Ez a Pápavárosi Televízió 2016. évi első híradója. Köszöntöm Önöket! 2,2 milliárd forintot meghaladó költségvetésből 1,9 milliárd forint Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg az elmúlt években a Turisztikai Attrakciófejlesztés Pápán című projekt, mely lehetővé tette az Esterházy kastély felújítását. A projekt december 31-én zárult, az elvégzett munkát 29-én a projektzáró rendezvényen összegezték. A kivitelezésben résztvevő cégek képviselői és a turisztikai partnerek jelenlétében tekintették át a beruházás elemeit és a kastély szolgáltatásait a projektzáró rendezvényen. A kastély a földszint és a padlás tér között teljesen felújításra került. Egy teljesen új épületgépészeti, épületvillamos rendszert építettünk be a kastélyba. Minden burkolatunk, amit nem kellett megtartani és nem kellett restaurálni, az újjáépült. Az összes nyílászárót kicseréltük az épületen. Ez közel 500 nyíló szárnyat jelent. A felújítás ugyan hosszabb időt vett igénybe az eredetileg tervezetnél, az eredmény azonban magáért beszél, összegezte a kivitelezési munkákat Németh Tamás projektmenedzser. A felújított kastély több különleges országos viszonylatban is egyedülálló szolgáltatást kínál a látogatóknak. Erről Boros Katalin, a kastélyt üzemeltető Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezetője számolt be. Az élő kastély program például egy olyan attrakció, amely megkülönböztet bennünket minden más kastélytól, hiszen a látogatói visszajelzésekből látjuk, hogy nem ismernek ilyen jellegű kastélylátogatást. Sokan elmondják, beírják a vendégkönyvbe is, hogy több kastélyban jártak már, több felújított kastélyban is jártak már, de ilyennel, mint a pápai kastély még soha nem találkoztak, hogy megelevenítjük a barokkort, és a grófi udvartartás fogadja őket, vezeti őket végig a kastély és az Esterházy család történetén. Dr. Áldozó Tamás polgármester összegzésében áttekintette a korábbi felújítási munkákat, a további rekonstrukciós terveket és a most befejezett projekt jelentőségét hangsúlyozta. Ennek a városnak van felelősség az Esterházy családdal szembe, hisz ennek a családnak köszönhetjük azt, hogy ez a város ebben a formában ma is él, és hogy így néz ki. Másrészt pedig van felelősségünk az épített történeti emlékekkel szemben, így ezzel az épülettel szemben is. És én azt a megállapítást tettem, hogy kaptunk a magyar államtól több mint 2 milliárd forintot ennek az épületnek a felújítására, de az előző ütemekkel együtt legalább 300 millió forintot a pápaiak is emellé a 2 milliárd forint mellé tettek. Tehát büszkén húzhatjuk ki magunkat. Szerintem ez a közösség, a pápaiak méltányos részt vállaltak ennek az épületnek a felújításába ahhoz, hogy ennek a javait a jövőben majd élvezni tudják. A rendezvényen a városvezető kiemelte, a tervezés első pillanatától az volt a cél, hogy a megújult Esterházy kastély olyan szolgáltatásokat kínáljon az idegenforgalmi piacon, melyek időtállóak és élményszerűen emberközelbe hozzák a barokkort. Az óév leghidegebb éjszakája köszöntött a városra december 31-én, ám ez egyáltalán nem zavarta azokat, akik a főtéri szilveszteri buliban búcsúztatták a 2015-ös esztendőt. A jó hangulatról három zenekar gondoskodott. Éjfél előtt dr. Áldozó Tamás polgármester kívánt boldog új évet a városlakóinak, a himnusz, a pezsgőbontás és a tűzijáték után pedig hajnalig tartó diszkóban mulathattak az ünneplők. Vidáman beszélgető, táncoló, mulatozó emberek sokasága gyűlt össze szilveszter éjszakáján a főtéren. A fagyos idő ellenére ezúttal is több százan búcsúztatták az óévet a városközpontban. Milyen a buli? Fantasztikus! Mióta vagy itt a főtéren? 10 óta legalább! Barátokkal érkeztél? Természetesen! Ilyenkor szilveszter éjszakáján mitől lesz igazán jó egy parti szerinted? A hangulattól, a barátoktól! A jó hangulatról az Optikai Csalódások produkciója, majd a Stage Door, a Retro Trio és az FRB zenekar gondoskodott. Éjfél előtt dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy László Adjon az Isten című versével kívánt boldog új évet a pápaiaknak. Tavaly pontosan ugyanígy itt voltunk, és akkor is az volt az év talán leghidegebb éjszakája. Ennek ellenére nagyon sokan eljöttek, mert szerették itt a téren sokan együtt megélni ezt a nevezetes éjszakát. Azt kívánom, hogy mindaz, amit
Nagy László versben felolvastam a színpadról, az váljon valóra minden pápainak az életébe, legyen mindannyiunknak egy jó éve, 2016. A himnusz hangjait pesgős dugók durranása követte az új év első perceiben, aztán a tűzi játék fényei világították be az eget. Ezt követően pedig DJ Béci szolgáltatta a zenét az új év első főtéri bulián. Egyébként ez jellemző, hogy a szilveszter éjszakát munkával töltöd? Igen, már közel 20 éve. Ennyi embert látok pápa főterén, az új főterén, szerintem ennél nagyobb öröm nincs. Az új év búcsúztató városi mulatságban hajnali 4-ig bulisztak a legkitartóbb vendégek. Mentők, tűzoltók, rendőrök, orvosok és még sokan mások töltötték szolgálatban az esztendő utolsó éjszakáját is, hogy gondoskodjanak a városlakók biztonságáról és segítsenek, ha baj van. Stábunk éjfél előtt járta végig azokat a szervezeteket, melyek szilveszterkor sem pihentek. December 31-én 22 óra után nem sokkal vidám, nyugodt hangulat volt a katasztrófavédelmi kirendeltségem. 14 tűzoltó volt szolgálatban ezen az éjszakán is. Reggel 7 órától teljesítünk szolgálatot, holnap 7-ig, egyelőre kár esetünk, riasztásunk nem volt. Hasonlóan csendesen telt a szilveszter éjszakájának első fele a pápai mentőállomáson is. 5 voltak szolgálatban, 2 autó állt bevetésre készen, de éjfél előtt nem sok dolguk akadt a mentősöknek. Szokásosan elég nyugodt volt az éjszaka, egy ittas embert vittünk csak kórházba az éjszakai műszak alatt. De hát ugye, most indul az éjszaka nálunk. Sok, aki az ittassága miatt szorul segítségre? Az utóbbi években olyan 4-5, illetve 7 esetben mentünk ki. 25 év alatt, amit elmondhatok, hogy 5 szilveszter dolgoztam, az 5. szilveszterem, még az éjfélt nem értük itt benn sosem, tehát az mindig sajnos kint töltöttük. Csendes volt a kórház baleseti ügyelete is az óév utolsó óráiban. Igaz, még stábunk a mentőállomásról átérte a kórházba, az ápolók már az első sérültet kísérték ellátásra éjfél előtt nem sokkal. Így szilveszterkor hát sajnos az alkohol, ami a főszereplő. Többször volt már sérülés, egyszerű megcsúszás útviszonyoktól, de volt a petárdáktól, meg a tűzi játékoktól is, tehát égési sérülések. A pápai rendőrkapitányság 3 autóval járta a várost és az illetékességi terület falvait, több járőrcsoport pedig gyalogos szolgálatot látott el, például a főtéren. A kapitányságon nyugalom volt. Hála Isten, eddig nyugodtan telik, nem volt esemény, úgyhogy reméljük, hogy így is telik le az éjszaka. Mi a jellemző egyébként ilyenkor, ami miatt ki kell vonulniuk? Hát elsősorban a csendháborítások, illetve a garázdaságok miatt intézkednek ilyen esetben a rendőrök, de azért arra fel vagyunk készülve, fokozott rendőri jelenléttel, hogy az állampolgári bejelentésekre azonnal tudjunk reagálni. És hogy a szolgálatban lévő mentők, orvosok, tűzoltók, rendőrök hogyan ünnepelték az új évet? A kollégáim szoktak pezsgőt bontani, természetesen alkoholmentes pezsgőt szoktunk ilyenkor bontani, hiszen szolgáltat látunk el, a riaszthatóságot folyamatosan biztosítanunk kell. Az új év búcsúztató, új év köszöntő éjszaka második fele is nyugodtan telt, rendkívüli esemény nélkül. Nem csak az óesztendő utolsó órái, hanem az egész évvégi ünnepkör nyugodtan telt a városban. A tűzoltóknál átlagon aluli volt a vonulások száma, a rendőrség számára is nyugodtan teltek 2015 utolsó napjai. A mentősök azonban ilyenkor mindig megemelkedett esetszámmal dolgoznak. Ünnepi körképünk következik. December 25-én és 26-án átlagos belgyógyászati esetekhez vonultak a mentők. 2 nap, 2 gépjárművel körülbelül 20 kivonulás történt. 24-én Szenteste azonban megemelkedett az esetszám, tudtuk meg Kürti Józseftől, a mentőállomás vezetőjétől. 17 órától mind a 3 kocsi egyfolytában ment, azt is lehet mondani, hogy csak éjfélkor találkoztak először. Volt egy érdekes eset 24-én, egy 80 éves férfi pápa lakáson rántottustól megfulladt,
meg is halt, kollégáim újraélesztették, sikeresen és stabil állapotban adták át a kórházban. Szilveszterkor éjfél előtt érkezett riasztás, hogy Vaszaron egy autó árokba hajtott, oda vonultak a mentők. A nagyszámú törvény alapján, hogyha sokan isznak, akkor sokan betegszenek meg, hogy így mondjam, az alkoholtól. Sokan elgyengültek, lefeküdtek a földre, és természetesen ilyenkor mentőt hívtak hozzájuk, és beszállítottuk őket a kórházba. Olyan különleges esemény nem történt, tehát petárdával történt, baleset az nem történt. A mentők 2015-ben is mintegy 6000-szer vonultak esetekhez. Ez egy átlagos évnek mondható. Csak úgy, mint a tűzoltóságnál, ők is hasonló évet zártak, mint tavaly. A karácsony, új év közötti időszak pedig csendesen telt. Az elmúlt évekhez viszonyítva kevesebb vonulás volt az ünnepi időszakban. Összességében volt egy kéménytűz, illetve egy melléképületbe keletkezett tűz. Egyik esetben sem volt jelentős anyagi kár. Műszaki mentésre az ünnepi időszakban két alkalommal vonultak a pápai tűzoltók. Az egyik közötti balesetnél nem történt személyisérülés, a másik nami szilveszter után volt 20 perce, könnyű sérültet mentősök pápai kórházba szállították. A csillagszórók, zárlatos égők, gyertyák okozta tűzesetek szerencsére évről évre csökkennek, mondta a tűzoltó parancsnok. 2015-ben 208 tűzesethez és 187 műszaki mentéshez riasztották a pápai tűzoltókat. Ez kisebb eset szám, mint a 2014-es. Nyugalomban telt az év vége a pápai rendőrkapitányság számára is. December 24-e és január 1-e között nem történtek kirívó, nagyobb rendőri erőbevonását igénylő cselekmények. Az ünnepek ideje alatt is voltak például lopások, rongálások, vagy éppen történtek közlekedési balesetek, sőt több ízben biztonsági intézkedéseket is hajtottak végre az egyenruhások, de ezek nem voltak kiemeltebb cselekmények, mint egy hétvégén, vagy éppen egy átlagos hétköznapon történt cselekmények. Az évvégi ünnepek idején az ittas vezetők kiszűrésére kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrei. Sajnos a korábbi évek pozitív tapasztalataival ellentétben idén szilveszter éjjelén, illetve új év hajnalán több olyan gépjárművezetővel szemben is intézkedtek kollégáim, akiknél az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. Egy esetben az ittas vezető egy közlekedési balesetben is érintett volt. Tájékoztatta híradónkat a pápai rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója. Holnap hideg és csapadék várható, részletek az időjárásról most híreink után. Kedden kezdetben változóan felhős lesz az ég, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon alakul ki csapadék, északon havazás, délen fagyott eső, ónos eső várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -12 fok között valószínű, de a derült havas helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 0 és -5 fok között alakul. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!